Sziasztok, én Magyarorsi Csaba vagyok, és az EpiBlog mai adásában a 2015-ös szupervékony MacBookot fogom nektek bemutatni, mert hogy megjött. Kezdjük egy kis történelemmel. Az egész vékonyítási procedúrát az Apple indította el még 2008-ban, amikor Steve Jobs kihúzott egy laptopot a színpadon egy borítékból. Akkor még mindenki értelmetlennek tartotta ezt az irányt két okból. Egyrészt a vékonyság végtelenül öncélú is lehet. Erre legjobb példa az iMac, a kijelzőbe épített asztali számítógép, mondom asztali, ami egyre vékonyabb lett az elmúlt években, hogy biztosan elférjen mögötte az összes asztali kellék, úgy mint toltartó, radír, szögmérő, vonalzó, dossziék, ütvefúrók, kombájnok, Jessica Alba, Smurre, az 52. Feröer szigeteki hadtest. A másikok. Az erre eleinte nem volt különösebben jó. Hagyományos merevlemez volt benne, gyenge processzor, ami akkoriban még az alapelvárásoknak is alig tudott megfelelni, nem volt kiemelkedő az üzemidő. Aztán három generáció alatt megjelentek az SSD-k és az új Intel processzorok, amitől a gép egy gyors éhező bajnok lett. Gyártásba került a 11 szolos modell, és a kezdetben öncélúnak tűnő Air az egyik legjobb általános igényeket kielégítő laptop lett a piacon. Mi volt a következő logikus lépés az Apple részéről? Hogy elkezdik előről az egészet. De tényleg. Addig reszelgették a laptopot, hogy majdnem iPad lett belőle. Ez volt az eredeti prototípus, nagyon szép, vékony volt, fél centi az egész, csak nem volt kijelzője se hardvere, úgyhogy a marketing csapat nyomására el kellett rontanunk. Így most már 1,3 centi. Szar. Másrésztről meg sikerült a hardvert is addig-addig gyengíteni, hogy az már a legelső ereket juttatja az eszünkbe. A gép egyébként valószerűtlenül gyönyörű. Úristen, hogy mennyire az! Ezt olyan jó nézegetni, hogy lelkesebb családok egész hétvégés programokat szerveznek a nézegetésére. Lehet, hogy a vékonyítás az parasztvakítás, de akkor én paraszt vagyok, mert megvakultam. De tényleg, a 2015-ös MacBookot a kezünkbe fogni pont ugyanakkora élmény, mint annak idején az első Air-t volt. Értelmetlen? Az. Tetszik? Ez nem szép, ez egy szexuális tárgy, ezt randira viszed. Imádod, de tényleg, a vékonysága. Jó, mondjuk, hogyha ráülsz, akkor ez is hajlik, de egyébként épp elég masszívnak néz ki. A vékonyság ellenére is tetten érhető masszivitása. A finom részletek. Az az energia, amit a kialakításába fektettek. Még a billentyűzetet is áttervezték, csak hogy minél vékonyabb legyen a gép. A touchpadben meg nincs mozgó alkatrész. Egy elektromágnes lökései keltik azt az érzetet, mintha tényleg lenyomtál volna egy gombot, amikor ráböksz, és esküszöm nem hiszed el, hogy nem mozog, annyira valószerűtlenül megtévesztő a hatás. Ez a képesség nem öncélú, mert plusz funkciót is kapunk vele. A rendszer ugyanis érzi a nyomás erősségét. Normál használat mellett sima egérkattintásként használható, de ha keményebben böksz oda, előjönnek a másodlagos funkciók. A kedvencem az, amikor egy linkre bökve előjön Safariban egy kis ablakban a link mögötti tartalom, szuper jó. A kijelző retinás is gyönyörű. Az átlagos felhasználónak az Air eddig is tökéletesen megfelelő gép volt, plusztán a nagy felbontású LCD szólt a Pro sorozat mellett. De most már ez is elérhetővé vált a 12-szoros szupervékony kategóriában, ami óriási előnye a kis MacBooknak, sőt, ez az egyik legszerethetőbb tulajdonsága. És valószínűleg ez az alkatrész zabálja a legjobban az áramot is. Más magyarázat nem lehet arra, hogy ez a gép ugyanúgy 9 óra alatt merül le, mint a 11-es MacBook Air, miközben mind a kettőben ugyanakkor a processzor van, és a kijelzőt leszámítva minden sokkal kevésbé zabálja ebben az áramot, mint abban, úgyhogy egyedül a kijelző lehet a bűnös. Annyira mindent az alacsony fogyasztásnak rendeltek alá, hogy még a teljesítmény is csökkent, ugye utoljára 2011-ben volt hasonló teljesítményű gépe az Apple-nek, az pont az akkori 11-es Air volt, hát most eljutottunk ugyanoda, a különbséget meg felzabálja a kijelző. Érdekes, hogy az Apple nem is szabvány Intel processzorokat használ, illetve fogott három alapmodellt és feljebb tekerte az órajelüket. A 900 MHz-esből készült a legolcsóbb gép 1,1 GHz-ese, az 1,1-esből az 1,2-es és az 1,2-esből az 1,3-as. A Broadwell architektúra engedélyezi az ilyen túlhajtást, és az Apple nem félt élni ezzel a lehetőséggel. És hogy mennyire volt gyors? Épp eléggé. Nézzétek, kipróbáltam egy rakás feladatot. Kinyitottam 10-15 böngésző ablakot, és bár előfordult ilyenkor, hogy az ablak mozgatása közben kicsit szaggatott a gép, ami mondjuk nem annyira tetszett, de volt olyan is, hogy egyszerre két darab 4K-s videót futtattam, miközben nyitva voltak ezek a böngésző ablakok, és a lejátszás még ekkor is bőven folyamatos volt, ami több mint elég. Aztán kipróbáltam a szokásos tesztemet, elindítottam a Final Cut 10-est, bedobtam egy videót, és erre ráraktam egyszerre 10 darab effektet, amit real-time kiszámolt a kisgép mindenféle szaggatás nélkül. Aztán engedélyeztem neki, hogy renderelje is ki ezeket az effekteket, és nem tűnt sokkal lassabbnak, mint a legerősebb 13-as MacBook Pro. Aztán utána videót is kódoltattam vele, na ez már megfingatta. Körülbelül kétszer annyi ideig szöszmötölt a feladattal, mint a csúcs 13-as Pro, de hát az ugye 1 millió forintba kétszer ennyibe kerül, és hát nem is olyan nagyon gyakran kerül az ember olyan helyzetbe, hogy ilyen feladatokat végeztessen egy ilyen aprócska géppel, nem is különösebben tisztességes feladat.
mármint hogy vele szemben. És hogyha nem vagy olyan, mint mondjuk én, akinek időre kell legyártania egy új laptopról szóló videót, és ezt mindenelőtt fel kell tölteni a YouTube-ra, hogy a nézői láthassák, szóval hogyha tök mindegy, hogy 10 vagy 20 percig renderelget a gép, akkor alapvetően nem lesz olyan különbség, ami miatt sírnál mondjuk a Pro-hoz képest. Bőven el tudsz végezni mindent, még videóvágást is, még effekteket is akadsz a videóra, aztán utána kódolhatod a videót, mindent megcsinál, és csak néha-néha érzed lassabbnak. Igen, a hardware kb. Olyan fürge, mint egy 4-5 éves MacBook Airben vagy MacBook Pro-ban. Viszont a villámgyors SSD-nek, meg a szuper kis grafikus gyorsítónak köszönhetően nem igazán fogod érezni ezt a különbséget, amikor éppen nem fingatod a géped olyan feladatokkal, amikre már Pro laptopokat vesz az ember. Na és miként bírja a MacBook a ventilátor nélküli működést? Ebben ugyanis nincs egy darab mozgó alkatrész sem. Ez olyan, mint a vörös október atomtenger alatt járó, még a hűtésről is csak passzív eszközökkel gondoskodtak. Próbálkoztak már hasonlóval. Az Apple 3-as például pont az ajtalan működés érdekében kihagyott ventilátor miatt lett hatalmas kudarc, folyton leállt, és ilyenkor csak egy dolog segített. Ez pedig lefagyott. Én rontottam el? Nem. El kell vinni a szerelőhöz. Nem kellett elvinni szerelőhöz, mert a hivatalos leírásban szerepelt egy módszer arról, hogy hogyan kell 3 incs magasságból az asztalhoz vágni a gépet, ahhoz, hogy a hőhatására kipattant áramkörök a helyükre ugorjanak. És nagyjából hasonló volt a helyzet minden idők legszebb gépével, a G4-es Cube-bal is, amit szintén olyan korban próbáltak meg ventilátor nélkül üzemeltetni, amikor még nem állt rendelkezésre a megfelelő technológia. De a Broadwell már az Intel a gyártó szerint is alkalmas arra, hogy passzív hűtéssel használjuk. És azt se felejtsük el, hogy az Apple ebben az iparágban komoly tapasztalatokat szerzett az elmúlt években ugye az iPhone-okkal és az iPad-ekkel, amikben szintén nincsen ventilátor. Hogy mennyire lesz hosszú távon stabil a konstrukció, azt még nem tudnám megmondani, én mondjuk nem éreztem stabilitási problémákat, persze elég durva is lett volna, hogyha egy néhány órás teszt alatt már kifogy a gép a túlmelegedéstől. És hogy mennyire forrósodik az a processzor? Nem olyan vészesen. Hülyére terheltem ugye a gépet, videókat kódoltattam vele, de még ilyen körülmények között sem lett elviselhetetlen a hőmérsékleteken, nem tűnt sokkal... Hogy került ez a kezembe? Szóval nekem nem tűnt sokkal melegebbnek, mint a saját MacBook Pro, amiben ilyenkor már vészesen pörög 4-5000-es fordulatszámon a ventilátor. Érzed a meleget, és hogyha rajta van a combodon mondjuk a nyár közepén, akkor az még akár kellemetlen is lehet, de nem érzek olyan hatalmas különbséget egy ventilátorral működő hagyományos laptophoz képest. Főleg nem akkor, amikor nem szivatod a processzort. Beszéljünk egy kicsit a billentyűzetről is, amit szintén átalakítottak, hogy minél vékonyabb legyen a laptop, és ennek köszönhetően kisebb úton jár, mint az elődje, ami elsőre nem is fura, inkább olyan szokatlan. Szóval kell néhány perc, ameddig rájössz arra, hogy hogyan is kell használni ezt a gépet, de ez ott a néhány perc alatt sem akadályoz a munkában, és én nekem körülbelül 5-10 perc alatt sikerült úgy átállnom, hogy naponta 10-15 ezer karakter gépelek le, tehát hogy meglehetősen hozzászoktam már egy másik jellegű rendszerhez. Az egyetlen különbség, amit éreztem, és ez baromi hülyén fog hangzani, de az, hogy egy kicsit mintha gyorsabb lett volna a gépelés. Egész egyszerűen azért, mert hamarabb éri el az ujjam meg a billentyűzet alja az ütközéspontot, és gyorsabban tudok átugrani a következő betűre, hogy írjak tovább. Mondtam, hogy hülyén fog hangzani, mégis alapvetően egy volt a benyomásom, tök kényelmesen használható, tök könnyen hozzá lehet szokni, és egy kicsit talán még fürgébb is a munka, mint egyébként. Márhogy század másodpercekkel. A Facebookos oldalunkra feldobtam, hogyha bárkinek bármi kérdése van a géppel kapcsolatban, akkor nyugodtan tegye fel és majd kipróbálom, és viszonylag sokan voltatok kíváncsiak arra, hogy hogyan működik a hangszóró, hogy az milyen. És az a helyzet, hogy fasza, tök jól szól. Összehasonlíthatatlanul jobban szól, mint a 2012-es MacBook Pro-mé. Sokkal erőteljesebben, sokkal terítettebbek a hangok, bármit is jelentsen ez a kifejezés. Úgyhogy ha valaki csak ezt tartott vissza a vásárlástól, akkor az rohanjon az üzletbe és vásároljon magának egyet. Vagyis még nem lehet Magyarországon kapni, de majd ha lehet kapni, akkor nyugodtan vegyem, mert hogy a hangszórója az egész jó. Szóval a dizájn gyönyörű, a kijelzőt imádod, a touchpad szuper, a billentyűzet megszokható, a teljesítmény bőven elég, ha nem szivatod a gépet, akkor nem is melegszik nagyon. Ami viszont hiányzik, az ez. SD kártya, meg ez, meg szép. Ez is. Sima USB. A bemeneteknél érkeztünk el a vékonyítás hátulütőihez. Erre nincs magyarázat, nincs jobb B-terv. Egyszerűen baromi bosszantó, hogy a spéci USB bemenet miatt egyetlen meglévő USB kábeledet sem tudod majd használni, csak átalakítóval. Hogy a fényképezőgéped kábelét mindig magaddal kell cipelni, mert nem tudod bedugni a gépbe az SD kártyát, mint az összes többi Apple gépnél, és hogyha egyszerre tölteni akarod, és valamilyen eszközt is rádugnál, kénytelen vagy egy elosztót venni hozzá jó 30 000 forintért.
Persze az információ a fejemben volt, tudtam én ezt már korábban is, csak egyszerűen az agyam nem volt képes elfogadni, hogy egy ilyen helyzet adódik, hogy egyszerűen nem tudok semmilyen módon adatot másolni erre a gépre. És ilyenkor ugye még idegesítőbb az AirDropnak a hülyesége, ez a szolgáltatás arra jó, hogy két Mac vezeték nélküli kapcsolaton keresztül is tud egy Mac-nak információt küldeni, meg adatcsomagokat küldeni. Na most ugye hát ilyenkor az ember elkezdeni használni, amikor nincs mit beledugni a laptopba, és az AirDrop az olyan vagy működik, vagy nem, de inkább nem. Szóval semmilyen módon nem tudtam ezeket a benchmark programokat rámásolni az én laptopomról az új laptopra, ami baromi idegesítő. Szóval, hogyha egyszer vesztek egy ilyen gépet, ki ne tegyétek a lábatokat a boltból valamiféle átalakító nélkül. De meg fogtok őrülni. Ráadásul a merőleges erőhatásoktól magától kiódó mágneses töltő nélkül semmit sem ér az élet. Azoknak, akik nem Apple gépet használnak, hát mi lehet a töltőkábelre merőlegesen ható erő? Hát ez. Meg ez. Ez is. Ilyenek. A MagSafe rengetegszer mentette meg az Apple felhasználók életét, mert megakadályozta, hogy mindenféle hülyeséggel lerántsuk az asztalról a gépet, úgyhogy nekem ez a funkció borzasztóan hiányzik. Beszéljünk az árazásról. Elsőre brutálisan soknak tűnik a 470 ezer forintos alapár, de egyrészt pontosan annyiba kerül, mint a hasonló képességű, csak tabletként is használható Lenovo Yoga 3 Pro. Másrészt, ha a 13-as Air-be ugyanannyi memóriát és SSD-t rakunk, mint a MacBookba, azt is ugyanannyiért kapjuk meg. A processzor ugyan gyengébb, de cserébe ott a kisebb súly, a fantasztikus kijelző és a spéci touchpad. Szóval a gép ára egyensúlyban van. És az Apple megint egy csodálatos eszköz hozott létre, ami minden elemében tökéletesen betalál az átlagos felhasználóknak. Egyedül a portok hiánya okoz mindenki által érezhető problémát, és ezt a hiányosságot tényleg nehéz megbocsájtani. De ha túl tudod tenni magad mindezen, és nem végzel nagyon hardware igényes feladatokat, akkor én sokkal inkább tudom ajánlani ezt a gépet, mint a 13 colos csúcsert, ami egyébként ugyanennyibe kerül és sokkal kevésbé szórakoztató. Ráadásul az sem olyan nagyon erős. A gépet már meg is nézhetitek az iCenter üzleteiben, az Alléban, az Arena Plázában meg a MOM-ban, menjetek tapogatni, mert őrült jó munka. Én Magyarorsi Csaba voltam, az Apple Blog mai adásában a 2015-ös MacBookot mutattam be nektek, a csatornánkra itt tudtok feliratkozni, a korábbi videóinkat itt tudjátok megnézni, mi megtalálkozunk legkésőbb két hét múlva. Szegasztok!